Vadai Ágnes a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát, kormánypárti nőt nem találtak a mai közös tiltakozáshoz? Kerestünk. Akik szervezték, kerestek. Nem kaptak választ kormánypárti nőktől. Tehát egyetlen választ sem? Tehát azt mondták, hogy de már bocsánatot kért, mert Selmeci Gabriella mondta, hogy Kocsis Máté is kér bocsánatot Szél Bernadettől, aztán Illés Zoltán, ugye SMS-ben bocsánatot kért, részükről ennyi, mondta Selmeci Gabriella, tehát ő legalább mondott valamit, de többiek úgy egyetlen semmit nem válaszoltak. Nem, tehát ahogy szerveztük ezt a dolgot, akkor nyilván akire ez volt bízva, az megkeresett fideszes képviselőt is. Nem kaptunk rá választ. Mit gondol? Mi már ugye ebben a stúdióban többször beszélgettünk a férfi politikusok, elsősorban kormánypárti férfi politikusok stílusáról, hangneméről, hogy mit engednek meg maguknak, mit engednek meg a női politikus társaikkal szemben. Akár a mostani tiltakozásnak, a közös ellenzéki női képviselők együttes kiállásának lesz valami eredménye, lesz valami következménye? Nyilván a házban nem, hiszen megérkezett a fővezér, aki azt mondta, hogy hát egyrészt ugye kormánytag, tehát nem biztos, hogy meg tudja büntetni, meg lehet a jelenlegi törvény alapján büntetni, másrészt meg szerintem nem kirívó ilyen bunkóságokat beszélni a parlamentben. Ilyenkor egyébként arra kell emlékezni... Az nem volt kirívóan sértő, nem igen, azt mondta, hogy bunkóság, csak sértő. Nem, én nem azt mondom, hogy nem volt kirívó ilyen bunkóságokat mondani. Igen. Nem tudom, hogy mit szólna egyébként, hogyha a feleségének, az édesanyjának, a lányának mondanának ilyet. A munkahelyén. Mert hogy a parlament az mégiscsak a mi munkahelyünk. És fölállna valaki, és ilyeneket mondana. Meg olyat, hogy vetkőzzági, hol a bébidól, meg ne pofázz bele, kisanyám. Ilyen is hasonló mondatokat. Szóval én azt gondolom, hogy ezeknek, ez itt nem országgyűlési képviselői probléma. Ez itt emberi probléma. Hogyha valaki azt nem érti meg, hogy így nem lehet senkivel se beszélni, akkor itt ez túlmutat azon, hogy valaki éppen kormánypárti politikus, akkor ott azt hiszem, hogy emberi problémák vannak. És azt gondolom, hogy azzal, hogy mi most összeálltunk, demokratikus ellenzék országgyűlési képviselők, mi nem a jobboldali kormánypárti képviselőknek kívántunk csupán üzenni, hogy ezt be kell fejezni. Szerintem a médiának nagyon nagy felelőssége van abban, hogy erről a kérdésről beszéljünk. Ha kell, minden nap. Hogy tegyük azt világossá a hölgyek számára, hogy nem kell ezt eltűrni, hogy fel kell ezen szólalni, azon férfiak számára, akik meg azt gondolják, hogy ez ilyen menő, meg ez jópofa dolog, világossá tenni, hogy ez nem így van. De addig, amíg a magyar parlamentben ilyen magatartást mutatnak férfiak, egyes férfiak nőkkel szemben, addig nem lehet azon csodálkozni, hogy egyébként az utcán, a tömegközlekedési eszközökön, vagy bármilyen munkahelyen ilyen típusú megjegyzések vannak. Nem tudom, hogy látta a Hír 24-en, az volt a címe az írásnak és a magának a kis videónak, hogy Orbán Viktor szétveszítette a liftajtót, vagy valami ilyesmi. Tehát a Hír 24 újságírója rákérdezett, tehát erről mozgóképes felvétel van Orbán Viktor miniszterelnöknél, hogy mit szól Illés Zoltán kijelentéséhez. Azt mondta, hogy még úgy néz ki, Illés Zoltán nem nőtt fel a bal oldalhoz, majd tényleg széthúzta az ajtót, beszállt a liftbe, és akkor még valami ilyet mondott, hogy hát látja, így mennek a dolgok, aztán kész. Mi az, hogy így mennek a dolgok? Na hát erre szerintem nincs szükségünk ilyen miniszterelnökre. Nincs. Nem csak azért, mert egyébként a rezsimje az valami katasztrófa ennek az országnak, hanem azért, mert neki ebben a helyzetben azt kellett volna mondani, hogy én kérek elnézést Illés államtitkár úr helyett. Mert egy SMS-be küldött elnézést, hát az meg aztán azt gondolom, hogy mindennek a teteje. Hát én ezt már tegnap mondtam, SMS-ben bocsánatot kérni, az számomra ugyanaz, mint SMS-ben szakítani. Mondom, drágám, köztünk mindennek vége, és esetleg még ékezeteket se használom, nehogy túlköltséges legyen. Ebben az ügyben, a méltósága már nincs neki, tehát már ennél lejjebb, ő nem tudna menni, de ennyit megtehetett volna, mert itt, amikor ilyen megjegyzések hangzanak el a parlamentben, akkor bennünket nem politikusi mi voltunkba sértenek meg. Nem amiatt kritizálnak, amit mi gondolunk, ahogyan gondolkodunk az országról, hanem pusztán csak azért, mert mi nők vagyunk. És nem egyszer lehet hallani a parlamentben olyan megszólást, hogy volt már olyan képviselő, akinek azt mondták, hogy hát egy rendes éjfélkor volt valami általános vita, hogy egy rendes anyának ilyenkor otthon van a helye. Ilyen megjegyzéseket kell hallgatniuk az országgyűlésben a női képviselőknek. Még egyszer mondom, ez nem politikai probléma. Ez nagyon komoly emberi probléma, és nekünk, nőknek, és a nagyon normális férfiaknak
Nekünk az a dolgunk, hogy minden áldott nap fölhívjuk a társadalom figyelmét, és még egyszer mondom, ebben a médiának nagyon-nagyon nagy szerepe van, hogy ráirányítsa arra a figyelmet, hogy ez a fajta szóbeli sértegetés, ez egyszer elfogadhatatlan, másrészt meg ennek szokott a vége lenni egyébként az erőszak. Ezért mondtam azt, hogy igazi férfi sem a parlamentben, sem azon kívül, sem szóval, sem nem, tettel nem bánt nőt, a többieknek meg tilos. Hát akkor, amikor már a családon belül, ha az erőszakot mondta, hogy a vége az erőszak, az a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, hát már volt Varga képviselő úrnak érdekes gondolatmenete, hogy akkor nem lenne családon belüli erőszak, hogyha minél többet szülnének a nők, és akkor lenne családi béke, egyetértés, boldogság, és nem tudom, hogy fogalmam sincs, hogy hogyan függ össze a kettő, a gyermekek száma az agresszív családtaggal hogyan viszonyul, én ezt nem értem. De hát ezután is álltak fel egyszerre ellenzéki, illetve kormánypárti, aztán mondjuk kormánypárti ellenzéki nők, és azt mondja, képviselő úr, most kérjen bocsánatot mindenkitől, vagy menjen haza gondolkodni, hogy mit tudom én. Abban a vitában éppen ott voltam Tömás képviselőtársammal együtt, és természetesen felszólaltunk ez ellen, és aztán, ha emlékszik, volt az egész viselkedéssel szemben tüntetés is a Kossuth téren, flashmob. Ezért mondom azt, hogy nekünk minden áldott nap, és nem csak nekünk országgyűlési képviselőhölgyeknek, hanem uraknak, és egyébként mindenkinek, aki a közéletben azt gondolja, és akkor készült videó is, hogy ez a fajta magatartás, ez elfogadhatatlan, minden áldott nap kell erről szólni. Hogy nem elfogadható az, hogyha szexista megjegyzést tesznek munkatársakra, még egyszer mondom, nem csak képviselőkre, hanem a hivatalokba, a postától, nem tudom én, az iskoláig. Nem elfogadható, és még egyszer, ez nem politikai kérdés, ez pusztán emberi kérdés. Tehát mindig arra kell gondolni egyébként ezen képviselőtársaimnak, hogy mit szólnának még egyszer mondom ahhoz, hogyha a kislányoknak mondaná valaki ilyesmit. Nem tudom, hogy ezen elgondolkodtak-e, hogy beleképzelik-e magukat a vakkomondor helyzetébe, meg ezért én hasonlóak. Ezért beszéltünk tegnap egy sajtótájékoztatóban, beszéltem a Tahó frakcióról, ami egy ilyen, nem mondom, hogy exponenciálisan, de mégiscsak növekvő létszámú frakció. Jellemzően kormánypárti képviselők ülnek benne, van benne jobbikos is, de hát tőlük nem válunk el semmilyen színvonalat, mégiscsak egy kormánypárti képviselő azt gondolnánk, hogy te a haza bölcsességét azért ott el tudják mondani. Elképesztő, mert a családon belül egy erőszakkal kapcsolatos vitánál azért volt egy KDNP-s képviselő is, aki azt mondta, hogy hát itt azért, mert mi így önmegvalósítunk, hát ezért van családon belül erőszak. Hallottuk azt, hogy egyébként, hogyha a jogainkért felszólunk, akkor milyen férfi gyűlölő feministák vagyunk. Szóval azt hiszem, hogy ezeknél az uraknál nem politikai probléma van. Egyszerűen nincsen érvük azzal szemben, amit azok a képviselő hölgyek ott a parlamentben elmondanak. És nyilván borzasztó nehéz elviselni, hogy vannak nők, nem is kevesen ebben az országban, akik sokkal okosabbak, mint ők. Hát ez most ki az okosabb, ez is egy teljesen buta, partalan vita, nem okosság kérdése, mernek vitatkozni, mernek kritizálni. Szerintem ez nem tetszik sokaknak. Én a kritika. Nem csak a kritika nem tetszik. Még félreértés ne essék. Ebben az országban, a médiától, a gazdaságban nagyon át, akár a politikáig, nagyon-nagyon sok okos nő van, akiket nem lehet azzal elintézni, hogy ne pofázz bele, kisanyám, menj haza a gyerekedhez, vetkőzági bébidól, ola bébidól, és ehhez te nem értesz. És ezt tudomásul kell venni, hogy Magyarországon a nőknek is kell, hogy legyen ugyanannyi beleszólásuk a közügyek intézésében, mint a férfiaknak is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok férfi van ma Magyarországon, aki ebben az ügyben, sok más ügyben nem, de ebben az ügyben velem ért egyet. Köszönöm szépen, hogy én is köszönöm.